Jó reggelt kívánok mindenkinek, szeretettel köszöntöm a lelkes csapatot, aki a zord idő ellenére is vállalta, hogy a régi szokásnak megfelelően kijövünk egy napra ide, vagy egy fél napra Dánfokra, hogy ennyi kézzel, ennyi gerebjével összefogva egyszer egy nagy takarítást csináljunk, hogy utána aztán a helyi dolgozók, illetve a közmunkások rendbe tudják tartani ezt a 32 hektáros területet. Ehhez mindenképpen nagyon sok kézre van szükség. Hát az időjárás az nem nagyon kedvez nekünk, mert ugye eddig nagyon szép idő volt, most meg esik. De azért én úgy gondolom, hogy ha még ennyire esik, akkor talán fogunk tudni dolgozni. Egyezünk meg abba, hogy akkor van vége a munkának, amikor én ezt lefújom. Megkérek mindenkit, hogy 12-ig ne szivárogjon haza, maradjon itt. De hogyha nagyon elkezd esni, vagy ennél jobban, akkor én úgyis azt mondom, hogy ne ázzunk széjjel, mert nincs értelme itt maradni, inkább majd kijövünk még egyszer. Itt a munkavezetőt kérném szépen egy kicsit közelebb. Bemutatom a barátunkat, Hegyesi Szilárdot. Ő Dánfoknak a karbantartója, meg tulajdonképpen minden ese, ami a fizikai részét illeti. Szilárd nekem már elmondta, hogy körülbelül milyen munkára van ma szükség, és mit szeretnénk ma délig elvégezni, mi van előkészítve, hol lehet jelentkezni. Mindenkinek megköszönöm azt, hogy ismét vállalta, hogy eljött, és ezzel a munkával valóban hozzájárulunk ahhoz, hogy álljon már meg egy kicsit. Ahhoz, hogy be tudjon indulni a tavaszi szezon. Mi lesz az első program tavasszal? Április 30-al lesz itt egy koncert. Április 30-al egy koncert. Úgyhogy én nem is beszélek többet, mert ugye elkezd még jobban esni az eső. Szilárd elmondja, hogy mit kell csinálni. Üdvözlök mindenkit, és én is köszönöm, hogy ilyen sokan jelen vagyunk. Igazándiból a tavalyi évhez hasonlóan hátul a faházaknál kellene egy olyan 15 ember, aki külső festést csinál, zománc festést, faházak oldalát. Két gerebézés csapatra lenne szükség, aki az egyik rész ezt gerebézi, ezt a területet. Itt már nagy rész szét összegerebéz, csak be kell szedni zsákba. A másik csapat viszont hátul a vízpartot gerebézné. A falfestést azt lehet, hogy lefújjuk, mert most a csapkodó eső az le fogja vinni a diszperziós festéket. Tehát akkor maradunk a gerebézésnél. Nagy részt maradunk a gerebézésnél. Annyi változás van, hogy idén nem kis zsákba fogjuk szedni, hanem ilyen big pack zsákba, ki fogják osztani a fiúk hátul. Ilyen hatalmas nagy zsákot, és ezeket a kajakos fiúk, meg remélhetőleg a súlyemelő fiúk fogják vállalni, hogy fölrakják a kocsira. Annyi feladat van, hogy belegerebézik. A kicsik meg falevelenként teszik a... Igen. Azóta hoztok kis zsákot. Igen, vannak itt idősebbek, fiatalok, jó példával járnak elő itt a társadalmi munkába. Na nézzük akkor hogy lesz. Akkor egy olyan 15 ember kellene, aki a fal, illetve a házak festését vállalja. Tehát ki szeretne festeni? Ott vannak hátul festő jelentkezők, már láttam. Gyertek csak előre. Gyertek a festők. Nagyon szuper, akkor jöjjenek a festők. Ez a szakmunkás brigád. Gyertek ide. Faházat festünk. Zsíros kenyér, tea mindenki részére lesz, de nem azzal kezdünk, hanem a melóval. Úgyhogy majd a lányok kikészítették, és majd viszik körbe. Jó, és akkor hát két brigád, ugye? Így van, két brigád kellene, akkor az egyik brigád itt lenne, ezen a felső részen, a másik a vízparton. 18-as faháznál Cinanó Józsi ki fogják osztani a gerebéket, meg a kesztyűket. Oda kellene lefáradni. Akkor a vízpartiak jöjjenek ide, a vízparti brigád. Hol a szerszám? 18-as faház. 18-as faházban lehet fölvenni a szerszám. Polgármester, hanyadik alkalommal vagyunk már itt ki? A Dánfokon szerintem az 5.-6. alkalom. Kezdetben nem ugye Dánfokra koncentráltunk, hanem az egész város területére. Ugye ez már több mint 10 éve megy az a mozgalom, ha nevezhetem ennek, várostakarítási mozgalom. Ugye annak idején az egyházak kezdték, aztán bekapcsolódott a város és a civil szervezetek, sportegyesületek. És aztán rájöttünk, hogy nagyon fontos az, hogy egyszer egy évben így tavasszal tegyük rendbe a környezetünket.
Hát ennek a szisztematikus munkának köszönhetően azért a város lényegesen tisztább lett. Tehát kezdetben emlékszem rá, hogy itt az Ókörös partján, a békésség tudják, a Lóúszatónál, a Malomvégesi temetővel szembeni kis erdőbe iszonyatos mennyiségű több évtizedes szemetet szedtünk össze, tehát ezek az avit régi dolgok, ezek már, ha minden igaz, nagy része bekerült a szeméttelepre, és akkor minden évben csak az kell, ami azon az évben összegyűlt. Hát itt Dánfokon elsősorban ugye 32 hektár van, nagyon nagy terület, tehát lombseprés van, fagajat gyűjtenek, illetve festenek a gyerekek. Nagyon fontos, hogy úgy el tudjuk indítani a szezont, hogy egy nagyobb munkával, itt is most véleményem szerint egy 200-250 ember összejött, úgy adjuk át a dánfokiaknak, hogy aztán a karbantartást, a évközbeni takarítást aztán ők is meg tudják majd csinálni maguktól. Mit csinálsz ott? Kínárt vágó! Minden évben csináljuk! Csak így lehet levágni, mert ami felnő addig, hogy nincsen duzzasztás, nem jön a szivornyán víz. És ilyenkor már, amikor jó idő van, felnő a híján. És amikor már elengedik a vizet, akkor már nem fog nőni. Nem is emlékszem rá, hogy napos időben lett volna dánfok takarítás. Igen, hát valahogy jó érzékkel sikerült kiválasztani, hiszen tegnap még jó idő volt délelőtt, aztán tegnap előtt meg gyönyörű napsütés, jövő héten is jó időt mond, hát ez most nem kifejezetten erre alkalmas, illetve alkalmas, mert nem esik most. Tehát ez valahogy így van, de azért nem riasztja el a társaságot, ott már olyan, hogy elhalasztottuk. Ahogy itt szétnézek a csapaton, vannak többen olyanok, akik mind a 10 alkalommal itt voltak, idősebb korosztályból, hiszen a gyerekek egyrészt még akkor nem is ért. A hátunk mögött látok egy külön csapatot. Kik ők? A Dr. Hepp Ferenc iskola tanulói, illetve dolgozói közül néhányan. Tegnap nagyon-nagyon szerveztük ezt a mai eseményt. Úgy gondoltuk, hogy gyönyörű napsütéses időbe fogunk ma itt segítkezni, de az időjárás sajnos nem úgy alakult, ahogy reméltük, ennek ellenére azért egy maroknyi csapat mégiscsak kiérkezett. Minden esztendőben bekapcsolódunk a dánfoki takarítási akcióba. Ebben az esztendőben több pályázatban is részt vesz az intézményünk, és ennek a pályázat sorozatnak keretében most március 1-től június 30-áig dolgozunk a partnerség hálózatosodás programban. Ez a program a Dr. Hepp Ferenc iskolát érinti, valamint a Tisza Kálmán szakképzőintézmény. A héten volt a diákpolgármester beiktatás, az épp úgy része volt ennek a projektnek, mint ahogy a mai takarítási akció is része. A város civil szervezeteivel, főképp az Önkéntes.pont-tal és a Ne Felejts Egyesülettel szorgoskodunk együtt. Az önkéntesség része a mai feladatvállalás, illetve az intézményünkben az iskolaudvar is megszépült a közelmúltban, illetve tervezünk hulladékgyűjtési akciót is, illetve a Tisza Kálmán szakképző intézménynek a gyűjtő akciójába is szervesen kapcsolódunk, és a következő rendezvényen pedig szervezőként a civil szervezet, a Ne Felejts Egyesület programjába, a jövő heti szombati Ne Felejts Vigalomba is örömmel és szívesen kapcsolódik az iskolánk be. Ezt a néhány fiatalt nehéz volt begyűjteni? Nem, egyáltalán nem. Az a jellemző, hogy a gyerekek kaphatóak a közös munkára, hiszen tudják, hogy ha az iskolánk udvarát szépítjük, akkor a saját iskolájukért dolgoznak, itt pedig a város érdekében teszik a dolgokat, hiszen azért reméljük, hogy nagyon hamar itt lesz a jó idő, és hamarosan jöhetünk ide ki dánfokra, osztálykirándulásra és egyéb szervezett programokra, amire nagy örömmel és szívesen jövünk minden esztendőben. Vannak, akik alkalmanként jönnek ki, tehát van egy olyan lelkes része a városnak, aki úgy gondolja, hogy ebben részt kell venni. Hát az ilyen emberek viszik előre a közösséget, meg a várost, egy kicsit emelkedettebb hangulatban is szóljak, tehát az önzetlen munka az, ami egy kicsit az anyagiakat pótolja.